Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy heti jóslás március 22-én. Ezek a kártyák mutatják a hölgyek jövő heti dolgait, és ez a három kártya arra utal, hogy mit fog ő tenni, mik a gondolatai és a tervei. A középpontban ez a jó indulatú férfi áll, tehát ti kaptok segítséget valakitől. Ami titeket elgondolkoztat, ez egy rossz hír. Ez a hír még át sem érkezett, de titeket foglalkoztat az, hogy talán jön egy rossz hír, vagy egy dokument, ami titeket elszomorít. Még be sem érkezett, tehát nem kell, hogy ezen gondolkozzatok, nem kell, hogy sírjatok, vagy szomorúak legyetek, mert a dolgok jól fognak irányulni. Vannak is terveitek, és ti érzitek, hogy változások lesznek. Az előfordulhat, hogy ti féltek ezektől a változásoktól, és ti arra gondoltok, most jön egy rossz hír, vagy valami történik, és ez által rosszabbá alakulnak a dolgok. De ez nem a jelen pillanatot, nem is a jövőt mutatja, csupán a ti gondolataitokat. Minden jóra fog fordulni. Itt látható egy férfi, akit ti szerettek, és ő is szeret titeket, és gondol rátok. Mi fog következni? A következő napokban vagy hetekben egy találkozásra kerül a sor. És mik az ő tervei? Ezt mutatja ez a három kártya. Ő egy utazást tervez. Lehet az is, hogy ez egy üzleti út, de lehet egy közös nyaralás is. Ő tudja, hogy mit akar, ezt mutatja ez a személy. Tehát ő biztos a dolgában. És abban is bízik, hogy szerencsétek lesz, szerencsétek a szerelem területén, a munka területén és az anyagiakat illetően. És ez volt a heti jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!